Köszöntelek, Virág, itt a stúdióban. Te a 2022-23-as tanévben befejezed a tanulmányaidat. Melyik iskolában fogsz végezni? Én is köszöntök mindenkit. Én a Tolna megyei egyszépezőt is fent technikumba járok. Igen, és én most fogom befejezni az érettségizni fogok, és most fejezem be majd az iskolát is. Tervezel-e tovább tanulást? Még tervezek egy évet tovább tanulni, ott a Bezirétiben, mert ott még lesz egy technikumi évem, és utána gondolkodok még egyetembe is. A diákoknak elég nagy lehetőségük volt versenyeken, külföldi utakon, rendezvényeken részt venni. Te melyiken vettél részt? Én egy külföldi szakmai gyakorlaton vettem részt. Sokan jelentkeztünk, és 6 embert választottak ki a tanulmány eredménye miatt, a közösségi szolgálata miatt, illetve hogy milyen nyelvérzéke van angol téren, ugye, mert nálunk az a fő nyelv az iskolában az angol. Helyileg merre voltál? Olaszországban voltam, Szicíliában. Milánóban végeztük a szakmai gyakorlatunkat, és Barcelonában laktunk. Hogy telt egy napod? Hát nálunk egy nap olyan volt, hogy bementünk reggel 8-ra, megittuk a kávénkat, megreggelizhettünk, illetve utána, amit mondtam, meg kellett csináljunk. Egyik nap csináltuk azt, hogy a recepción voltunk, felvettük a neveket, hogy melyik szobában lesznek a vendégek, ezeket megcsináltuk, illetve írtunk üzleti leveleket, és segítettek abban nekünk, hogy kell olaszul megírni, de igazából angolul beszélgettünk mi ott a recepciósan, mert ő tudott nálunk angolul, hál' Istennek. Volt, mikor takarítottunk, a konyhán voltunk, segítettünk reggeliztetni, mert nálunk csak reggelizésre volt lehetőség. Mekkora szálloda volt ez? Mekkora létszámot tudod befogadni? Nem volt egy nagy szálloda, ilyen 21 pár szobája volt, vagy maximum 30, ha jól emlékszem. De azért voltak ilyen nagyobb szobák, családi, volt ilyen kisebb, ahol 2 személy, 1 személy fért el. Mennyire hasznos volt ez számodra? Nagyon hasznos volt, mivel jobban beszéltem ott kint a nyelvet, mert itthon nem használtam olyan sokat az angolt, csak a tanórákon, illetve külön órákon, és itt egész nap angolul beszéltünk, meghallgattuk, ahogy olaszul beszélnek. Egy pár szó ragadt is ránk, vagy egy pár mondat igazából. Mennyire kedvesek ott az emberek? Hogy fogadtak benneteket? Ott nagyon kedvesek az emberek, mindenki, amikor meghallott, hogy magyarok vagyunk, akkor Ungaria, így mondták nekünk olaszul, mert az náluk a magyar, és kérdezgettek minket angolul, milyen, hol lakunk, mit tanulunk. Nagyon kedvesek voltak az emberek. Mit tapasztaltál az ottani és az itthoni szállodák között? Van-e különbség? Sok különbség igazából szerintem nincsen. Az összes ugyanolyan majdnem. Csak a viselkedés általában, ami teljesen más. Szerintem a kinti szállodában sokkal, de sokkal kedvesebben fogadják a vendégeket. Én azt vettem észre. De ők azért hangosabbak? Sokkal, de sokkal hangosabbak, igen. Az után is lehet ezt hallani, a szállodákban, ezt igazából mindenhol, ahol jártunk. Mennyire töltöttetek kint? Egy hónapot voltunk. Mi az, ami legjobban megfogott az ottani körülmények között? A kint élet, ahogy kint vannak, hangosan beszélgetnek, mindenki mindenkit ismer, és mindenkivel el tudnak beszélgetni, igazából az idegenekkel is. Mennyire volt honvágyad? Nem volt nagyon nagy honvágyam, az utolsó pár napban volt, mikor már éreztem, hogy hazajövök, ez meg ez lesz, de hiányzott már ez az érzés, hogy itthon legyek családdal. Furcsa volt, hogy nem voltunk iskolában, hanem helyette dolgoztunk, ugye, de jó volt hazajönni. És amikor hazaértetek, az iskolában a többi tanuló hogy fogadott benneteket? Kértek, hogy azért legyen élménybeszámoló? Nagyon kedvesen fogadtak minket, kérdezgettek, mi volt kint, tartsunk beszámolót, sok tanár kérte, hogy csináljunk ilyen powerpointokat, adjunk előadásokat. Adtunk interjúkat újságoknak, meg voltunk a Tonatáj TV-be is, Antrit Rádióba is voltunk, sok helyre felkértek minket. Vannak, akik vágynak rá, hogy ők is ennek a szakmai kirándulásnak részesei lehetnek? Ez a pályázat igazából csak a 11. osztálynak szólt, utána meg előtte tudtam, már nem, de ebben biztos, hogy nem az érettség is be, mert ugye érettségi vizsgák minden lesznek,
és pont az időszak, mikor vannak a felkészülések, szóval így nem tudnak ők részt venni ezen sajnos. Pedagógusok, ők hogy élték meg ezt, hogy ti ez idő alatt az iskolából hiányoztatok? Folyamatosan küldték nekünk az anyagokat, az iskolatársaink is, meg a tanárok is küldték Classroom-on keresztül, e-mailben, mindenhol. Szóval hát akkor nem maradtatok le a tanulmányról, tehát azért munka is és tanulás is volt. Igen, minden volt. Mikor hazaértünk, volt egy 2-3 hetünk felkészülni az anyagokból, akkor dolgozatokat írattattak velünk, igazából az összes jól sikerült mindenkinek nálunk, mert kint készültünk is, főleg a szakmai volt a könnyű, hogy már tudtuk, hogy miket kell csinálni kint. Mert pont azt a részt vettük, ha jól emlékszem, a szállodai részeket, hogy miket csinálunk kint, hogy hogyan kell a vendéget fogadni. Szóval ezekben még gyártacsok voltunk, hál' Isten. Vágysz arra, hogy esetleg a végzettségedből kifolyólag egy ilyen szálloda vezetője lehess? Énekben még nem gondolkodtam, de hogyha lehetne rá egy lehetőség, akkor biztos elfogadnám. Ilyen szakmai kirándulásra vagy másik szállodába, és elvittek benneteket? Elvittek minket hétvégente, volt 2 nap pihenünk. Nálunk Olaszországban 2 szombatig van munkanap, és a vasárnap és a hétfő nálunk a hétvége. Egyik nap, mikor volt szünetünk, akkor mindig elmentünk 2 másik város faluba. Első héten voltunk Csefaluba és Castelbuonóba. Ott megnéztünk az egész falut, amit gyönyörű szép volt igazából. Tele és tele ilyen régi műemlékekkel, régi házakkal. Rendes olaszos érzésünk volt, mert olyan volt az egész, mint egy ilyen olaszos filmben akár. Akkor a második héten voltunk az Etnán, ott néztük meg a vulkánokat, meg akkor túl még Taorminán, ott is megnéztük az ottani kis várost, hogy mik vannak. Ott nagyon-nagyon sok divatmárka volt ott az utcán felsorakozva. Azokat néztük meg, ott volt, hogy először ettünk étterembe is. Lazanyáztunk, meg spagettiztünk, carbonara, ezeket csináltuk, de a hétköznap ettünk egy-egy szelet pizzát, de azt is ilyen kis pizzázóba vettük ott, nem ilyen helyi étterembe. És hétköznap általában főztünk magunkra. Van recept, amit esetleg ott megszereztetek, és azt szerint is tudtatok már valamit elkészíteni, vagy csak inkább a ilyen itthoni hiányos kosztokat főztük leginkább. 2 voltunk a tengerparton, egyszer, mikor elsőnap megérkeztünk, akkor másnap elmentünk. Kisétáltunk tőlünk a szállásunktól, 1 óra sétára volt, kisétáltunk. És egyszer volt egy barátnőnknek a születésnapja, ő is velünk volt kint Alaszba, és azt kérte, hogy menjünk el a tengerpartra aznap, és ott kint piknikezzünk. De mi látszóban mindenki a tengerpart mellett dolgoztunk, pont ott voltak a szállodáink, 1-2 utcával a tengerparton. De azért a piknikezés nem nyári terelésben történt, hanem kabátban? Nem, egy pulcsi elég volt nálunk a tengerparton, mert ott ilyen jó idő volt, ilyen 15 és 18 fok között mozgott a hőmérséklet. Kívánom, hogy legyen még ilyenben részed. Köszönöm szépen. Következő tanévben pedig sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.